amíg mondjuk ezek a beavatkozások nem voltak ennyire elérhetőek, akkor is meg volt ez a, vagy meg lett volna ez a fajta igény a, mondjuk a nőkben, mert mondjuk a ja, varészt ugye ezt nők csinálják, igaz? Igen. Hát... Vagy divatja lett, és ez egyfajta presszió lett egy nyomás a nők felé, hogy, hogy a mellüket, mellük formáját, alakját megváltoztassák. Uh -huh. Szóval elválaszthatatlan, ugye megteremtődik a lehetőség a modern orvoslás, sebészet, altatás minden által, és közben az igény is nő, és valahol meg nyilván az is benne van, hogy hogy vannak rászoruló páciensek, tehát vannak olyanok, akiknek kicsi mellük fejlődik, vagy, vagy a terhességszoptatás után nagyon megfogyatkozik, ez pedig, ezt nem tudom, hogy ez, ez, ezek száma, ezek a nők száma növekszik-e egyébként, ezt arra nincs megbízható adat. Uh -huh. Uh -huh. A, engem amúgy az lepett meg nagyon, hogy manapság már olyan lányoktól is hallottam, hogy mondjuk szeretnék megplasztikáztatni a mellüket, akiknek teljesen rendben volt. Tehát, hogy ne, nem az, hogy kicsi volt, hanem nagy, feszes és gyönyörű alakú mellük volt, és már ők is pedig playboyba illő eredeti mellekkel a, azt állították, hogy ők mindenféleképpen meg akarják csinálni, mert ez itt nem jó, ott nem jó, amott nem jó. Hogy ezt te hogy látod orvosként? Sajnos így van, hogy nagyon sokan irreálisan értékelik magukat, és, és ilyen luxus beavatkozásokat kérnek, és addig mennek, amíg nem, meg nem kapják egyébként. Valóban itt, itt, már egy ilyen pszichés problémáról van szó, de azt is szokták mondani, hogy a plastikai sebészet a szikével végzett e, pszichoterápia. Kicsit túlzással természetesen. Nem is inkább a plastikai sebészet, az esztétikai sebészet. Ez honnan ered amúgy az emberekből ez a fajta szépségideálnak való? Ez már majd, hogy nem azt mondom, hogy valahol beteges megfelelés? Hát tulajdonképpen lehet azt mondani, mert a civilizációnknak vannak ilyen elhajlásai, vagy túlzásai, és, és sajnos igen, van olyan is. Amellett van nagyon sok reális igény is, és, realista páciens, akinek megcsináljuk, és utána elégedett. Tehát megvan ez a normál módja is ennek, de sajnos vannak túlzások valóban, és egyre több. És talán még azt figyeltem meg, az lehet, hogy nem mindenki ért vele egyet, hogy mondjuk Budapesten több ilyen, ilyen extra luxus műtétet kérnek az emberek, mert ott a nagyvárosi lét az más. Egy vidéki város még mindig konzervatívabb, vagy Debrecen is konzervatívabb, mint Budapest. <hört> Akkor ott már ez lehetséges az, hogy ugye ennek a mennyisége is annyira ö, reprezentatív, hogy sokkal inkább mondjuk elfogadottabb is? Hát igen, tehát ahogy nő a száma, egyre elfogadottabb, mert van ismerősi körben is, már mint, hogy a páciensnek, ha van ismerősei körében ilyen műtéten átesett, akkor ő már könnyebben átesik, és akkor ez így egy kicsit terjed.